Kedves nézőink, a közelmúltban megtartotta a hagyományos nyílt napját az Ajkai Rendőrkapitányság. Most erről számolom be önöknek. Az Ajkai Rendőrkapitányság szervezésében a mai napon egy nyílt napot tartottak a gyermekek részére. Milyen célzattal? Szent György nap alkalmából nyílt napot szoktunk rendezni. Szent György ugye a rendőrök védőszentje. Ennek a napnak az alkalmából nyílt napot szoktunk szervezni most már évek óta rendszeresen. A Szent György nap környékén szoktuk ezt rendezni. Jelenleg 30-ára esett ez az esemény. Ezen a nyílt napon idén rendhagyó módon a lámpás kereszteződésnél kezdődött, ahol a Veszprém megyei közlekedési verseny első helyezettje, a országos viszonylatban pedig második helyezést ért el a kolléga, ő tartott egy ilyen rendőri forgalomirányítást. Az autósok hogy reagáltak, hiszen ugye ők a lámpákhoz voltak szokva? Igen, az autósok ugye a lámpákhoz vannak szokva, jelenleg kikapcsoltattuk a lámpákat, hogy ez se zavarja az autósokat, viszont azt ugye tudni kell mindenkinek, hogy ha rendőr áll a kereszteződés közepén, abban az esetben ugye ő felülírja a lámpának a lámpákat is természetesen, tehát akkor mindenféleképpen a rendőri irányítás az a mérvadó, az irányadó. Hát a rendőri irányítás alatt volt így is egy-két probléma, de szerencsére azért az állampolgárok nagy része tisztában a rendőri karjelzésekkel. A rendőrkapitányság előtt és az udvarban pedig gyerekeket látunk, őnekik milyen feladatokat kellett teljesíteniük? Így a nyílt nap alkalmával mindig szervezünk egy ilyen kerékpáros akadályversenyt, ahol tudnak a résztvevők gyakorolni, ugye óvodásoknak, kiskolásoknak is megfelelő technikai tudást szükséges ezekhez a pályákhoz. Természetesen ezen is végig tudtak haladni, akik ügyesen teljesítették ezeket a feladatokat. A Veszprém megyei Balesetmegelőzési Bizottság által rendelkezésre bocsájtott ajándéktárgyakat kaptak jutalmul. Továbbá a rendőrségnek a technikai felszereléseit mutattuk be, illetve próbálhatták ki. Idén rendhagyó módon még lekértük a biztonsági övszimulátort is, amit ki lehetett próbálni, valamint a részekszemüveget lehetett próbára tenni. A legnépszerűbb a technikai felszereltségek közül az új lenyomatvétel volt, amit a bűnügyi technikus segítségével a gyerekek új lenyomatot vehettek saját magukról. Továbbá a biztonsági övszimulátort is nagyon sokan kipróbálták. A biztonsági övszimulátor, ez egy 10 km/h ütközés szimulál, amit 18 éven felüliek használhatnak csak, tehát csak ők próbálhattak ki. Alá kellett írni hozzá egy papírt is, nekik nyilatkozniuk kellett róla, hogy saját felelősségre használják ezt, ugyanis a biztonsági öv használatával is akár lehetnek sérülések, egy komolyabb ütközés esetén természetesen nem itt a biztonsági övszimulátornál, viszont ugye felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen csekély sebességnél is milyen komoly ütközés történik, és hogy milyen komoly baleseteket lehet szenvedni a biztonsági öv nem használatának következtében. Talán az egyik legnépszerűbb pontja ennek a délelőttnek a kutyás bemutató lesz. Mit lehet majd látni? Igen, a kutyás bemutató az tavaly is nagyon népszerű volt. Az évek során ugye egyre népszerűbb. Mindenki kíváncsi rá, hogy a rendőrkutya milyen fegyelmezett. Itt a rendőrkutyás feladatnál egy fegyelmező feladatokat fog végrehajtani a kutya a gazdája irányítása során, valamint lesz egy elkövető elkapása is, amit ugyanúgy szimulálni fogunk, mint hogyha élőben a kutya elkapna egy betörőt. Melyik iskolákból és óvodákból érkeztek a mai nap folyamán gyerekek? Évről évre többen vesznek részt ezen a rendezvényen szerencsére. Több óvoda, több iskola, több ajkai iskola is részt vett a rendezvényen, ugye akinek volt lehetőség, ők kijöttek és elhozták az óvodásokat, iskolásokat erre a rendezvényre, több százon részt vettek ezen a rendezvényen. A nyár folyamán lesz-e még olyan alkalma az ajkaiaknak, ahol behatóbban megismerkedhetnek a kéklámpások munkájával? A városi gyermeknap alkalmával szoktunk még részt venni, tehát azon is közreműködünk. Ott is szoktunk részekszemüveget alkalmazni, valamint a technikai felszerelést, autót megtekinthetik a résztvevők.